A Leander készlép színpadra, itt a Red Stage-en, Leanderékkel beszélgetek, sziasztok! Magyar zenekarok közül ti fogjátok ma felavatni elsőként ezt az új helyszínt. Miben lesz egyébként más? Mert amit én láttam, az talán az, hogy a színpad az sokkal nagyobb. A színpad is nagyobb, és ha jól tudom, a közönségtér az háromszor nagyobb, mint az előzőnél. Legutóbbi posztotokban egy kicsit nosztalgiáztatok, és visszaemlékeztetek a legjobb bulikra. Számotokra egyébként melyik volt a legjobb koncert? Melyik volt a legemlékezetesebb? Azt a posztot egyébként Szarka József menedzserünk csinálta, úgyhogy fogalmam sincs. Melyik volt a legjobb bulik? Nem tudom, nagyon vegyes. Mindegyik koncertünkben megtaláljuk annak a maga varázsát, amitől az szuper. Úgyhogy én nagyon imádom az összeset. Azt tudom, hogy melyik volt a legrosszabb, mert a lezárások alatt volt egy ilyen online bulink, és ott voltunk a Barbanegrában, és nem volt ott közönség, és egy üzenőfalon keresztül egy kivetített vászlon néztük az üzeneteket koncert közben, az borzasztó volt. De volt egyébként egy olyan, ahol pankrátorok is tartottak bemutatót, az azért óriási élmény lehetett. Igen, van egy barátunk, Ikarus, aki a HCB pankrációban van, és volt egy közös dalunk, aminek az a cím, hogy valami folyjon, és ennek apropóján csináltunk egy olyan bulit egyszer, hogy előtte pankrációs mérkőzés volt, nagyon jó volt. És térjünk vissza egy kicsit a ma estére, fényekkel, videókkal és új dalokkal is készültök, na de melyek ezek az új dalok, mit tudhatunk róla? Távolabbról kezdeném, valójában 5 új dalunk lesz a közeljövőben, sőt egy egész lemezünk, ha minden igaz, még decemberben meg fog jelenni, és erről egy dalt elő fogunk most adni, az a cím, hogy Holdvilágos éjszakán. Meg akart volna jelenni a klip mára, de technikailag nem jött össze. Egyébként hogy jobb, hogyha először így egy koncerten mutatja be egy zenekar az új dalát, vagy pedig, hogyha már megjelenik előtte egy klip is? Hát szerintem mindenképpen, hogyha megjelenik a klip, mert akkor tudják, hogy mit fognak hallani, és esetleg még be is tudnak szállni. Így egyébként ilyenkor szoktátok látni a közönségen, hogy mi az, ami bejön, mi az, ami tetszik, mi az, ami kevésbé? Igen, általában így is válogatjuk össze a dalokat, ami megcsinálja a közönséget, ahogy mi szoktuk mondani, azokat előnyben részesítjük a setlista összerakásakor. Legutóbb pedig megjelent a Homokóra című dalatok, ami egy feldolgozás. Hogy jött az ötlet, hogy ehhez a dalhoz nyúljatok, ez kinek volt a kedvence? Egyikünknek se. Ennek tök ugyanaz volt a története egyébként, mint mi a másik? Na mindegy. Nem, egy másik. Hull az elsárgult levél? Nem. Mindegy. Ez is úgy föl volt írva a szövegötleteim közé, hogy ha nem csinálod meg, akkor nagyon fogsz magadra haragudni, és megcsinálnám. És terveztek még egyébként ilyen feldolgozásokat? Mert szerintem azért van még mihez nyúlni, vannak olyan régi dalok, amiket jó lenne még így hallani. Ezt sosem tervezzük, csak időnként beugrik, hogy vannak rég elfeledett, vagy nem elfeledett nagyon nagy klasszikus dolog, amiket úgy érzünk, hogyha hozzányúlunk, akkor a magunkra tudunk formálni, és azt érezzük, hogy muszáj megcsinálni. És a Hull az elsárgult levél volt pont az egyébként, ami a te családodnak volt, azt hiszem a kedvence. Igen, annak az a történet, hogy anyu kedvenc dala, és ott a nővérem találta ki, hogy apukámmal és vele hárman elénekeltük anyunak, és ez lett a karácsonyi éjjel, hogy hárman fölénekeltük, és ha már fölzongoráztam, akkor mehet a lemezre is. És most pedig egy turnéban vagytok, itt novemberben is minden hétvégén turnéztok. Ilyenkor szoktatok valami újdonságot becsempészni a koncertekbe, vagy mindenhol ugyanazt hallhatjuk? Tehát, hogy aki elmegy mondjuk esetleg mindegyikre, akkor őt érhetik-e meglepetések? Előfordulhat. Egy idő után már azért rutinszerűvé válik, de mi is szeretünk egy kicsit kizökkenteni magunkat is, amitől kicsit érdekesebb lehet. Egyébként meg főleg inkább a dalok közötti párbeszédek a Leanderrel, azok nagyon viccesek szoktak lenni, és az mindig egy kicsit jobban hangulat a koncerten. Akkor erre én is kíváncsi leszek ma este is. Köszönöm szépen a beszélgetést, jó bulizást nektek! Köszönjük szépen! Hibázik, a több is a próbálkozik. Ne jöjjön be hozzá az a semmi. Ne jöjjön a